Adásunk vége felé közeledve két eseményt kell a figyelmükbe ajánlanom. A hétvégén rendezték meg Kalotaszentkirályon a már hagyományossá vált Csipkebogyó Fesztivált. Erről láthatnak rövid riportot a következő percekben. Kalotaszeg egyik jellegzetes növénye a csipkebokor, mely számos falumenti domboldalon megtalálható. Terméséből gyógyteát, gyümölcsbort, szörpöt készítenek, a délcsipte bogyokból pedig ízletes lekvárt. Október 19-20-án a 7. Csipkebogyó Fesztiválon négy csapat mérte össze tudását, és a Kalotaszentkirályra látogatók elleshették az ízfőzés fortéjait. A csipkebogyót megszedjük, utána megmossuk, és kb. 2 órát kell főzni ahhoz, hogy ki tudjuk passzírozni. Na most ezt egy laska szűrőn átpasszírozzuk, ahol visszamarad a héja meg a magja, utána egy ilyen tömött szitán, szőrszitán újra átpasszírozzuk, amikor visszamarad az az apró szőr belőle. És ezután főzni tesszük. Hát most ez a sűrűségtől függően kell följön, amíg sűrű lesz, és utána cukrot teszünk bele, úgy a literhez kb. 50-60 deg a cukrot, és ezzel még 20 dekát, 20 percet kell főzni. És utána üvegbe rakni, és nagyon jó, sokáig eláll, nagyon finom, és vitamindús persze. Ha jól emlékszem, 2006 óta szervező, 2006-ban volt az első csipkefesztivál. Igaz, hogy saját berkekben megszervezve, azaz a helyi vendégfogadók összegyűltek, és így került megszervezésre az első csipkefesztivál. Néhány akkor itt lévő vendég részt vett ezen a fesztiválon, természetesen azóta azért kinőtte magát, és hát hál' Istennek most már jóval többen részt vesznek, sőt a vendégfogadók közül is mind bekapcsolódtak ebbe a programba, a rendezvénybe, ennek a szervezésébe, lebonyolításába, de ugyanakkor a falu lakossága is. És a környékbeliek is most már látható itt, hogy egyre többen vesznek részt, valamint a vendégek, turisták is többen jönnek. Az érdeklődőket a finom ízek mellett egésznapos programmal várták a szervezők. Ma pedig reggeltől itt gyülekezünk, 11-től kezdődik a csipke ízfőző verseny, 4 csapat fog versenyezni, de mindenki a faluból kirakódik, elhozza, amilyen van, és a környékről is sokan eljönnek különböző hagyományos termékekkel. Ezt követi majd a felvonulás, 12-kor vendégegyütteseink és helybeli néptánccsoportunk felvonul, egy ilyen népviseleti parádénak lehetünk majd a tanúi, és táncolnak itt a fiataljaink, amiközben az asszonyok főzik az ízet. Kvíz versenyre kerül sor, bárki versenyezhet, és akik sikeresen megoldják az esti csipkebálban, nyerhetnek olyan termékeket, amiket itt a fesztiválon készítenek, vagy pedig idehoztak nekünk. Este lesz a csipkebál, erre mindenkit szívesen látunk, tánccal, táncházzal, pálinkával. Évről évre egyre több látogató érkezik határokon túlról is a rendezvényre. A helyiek vendégszeretete mégis segített megőrizni az összejövetel közvetlen hangulatát. Nem akarunk mi ebből ilyen nagy, mondjuk a Müncheni Sörfesztiválhoz hasonló hatalmas nagy rendezvényt csinálni. Szeretnénk megőrizni ezt a családias hangulatát azért, hogy itt tényleg az emberek, a vendégek itt a sátrakban körül tudjanak nézni, az asszonyokkal szóba tudjanak állni, esetleg titkokat is megkérdezni. Tehát nagyjából ezt szeretnénk továbbvinni, illetve az volna jó, hogy nem csak külföldiek jönnek itt, hanem itt vannak ugyebár a megyebeliek, itt van Kolozsvár tőlünk 50 kilométerre, tehát nagyon jó volna, hogyha kolozsváriakat is ki lehetne erre mozdítani,